reggelt kívánunk! Harmadik napunk ezen a csodálatos szigeten. A mai reggel egyszerűen nem mondom, hogy meleg van, de nagyon-nagyon jó idő van. Tegnaphoz képest még a szél se fúj abszolút. Bár tegnap is csak itt reggel fújt a szél, mikor innen elmentünk a szomszédvárosba, akkor hát szomszéd kicsit odébb van. Ott abszolút nem fújt. A reggeli első, hát az egyik első gép már megérkezett, most láttuk. Az ég abszolút felhőmentes, ott láttuk a határ végében van egy kis felhőcske, de a mai napi tervünk, hogy átmenjünk a szigete totális másik felébe. Rengeteg látnivalóval ismét, szabad strand, lávabarlangok, delfinek, bálnák. Úgyhogy most fogyasztjuk a kis reggeli kávécskánkat, kapucsinónkat. Hát majd jelentkezünk, ha elindultunk. Kapitány a hajólapnak. Vége. Csodálatos napsütéses időnk van. 10 óra tájékában vagyunk, és már most póló rövid nadrág szemben lehet nyomni. Nagyon-nagyon kemény az időjárás. Ma fölmegyünk a sziget másik végébe, ahogy mondtam. Itt állunk lenne a kis kocsinknál. A németek már most reggelisszák a kávét meg a sört. Mi pedig útra kerekedünk, és megnézzük a... Hát viszünk fürdőruhát, mert ott vannak ilyen természet által kialakított ilyen vulkanikus medencék, amik tele vannak vízzel, nagyon jókat lehet állítókat fürcsizni, úgyhogy megpróbálkozunk vele. Na, szerintem útközben egyszer-kétszer bejelentkezek majd, hogyha megállunk egy-két helyen. Itt meg kellett állnunk, egyszerűen úgy érzem magam, mint Svájcba. Egy hatalmas szurdokon vezet keresztül az út. Ezek a függőleges hegyek itt. Többenetes látványa, hogy így fölnézek és omlik rám. Fogalmam sincs. 300-400 méter magasak biztos, hogy vannak. Óriás.
ott a házak mögött, ott hátul, ott már a tenger van. Óriási hegyek. Meg kellett állnunk, mert egész úton végig így el vannak zárva az út széle, egyszerűen képtelenség parkolni, és annyira festője táj, hogy szerettünk volna fényképeket, videókat készíteni, de egyszerűen nem lehetett. Viszont átértünk az egész szigetnek a felső részére. Verőfényes napsütés van, nagyon szép idő. Omlanak ránk ezek az óriási hegyek mindenhonnan. Megérkeztünk ebbe a kis San Vicente városba. Az út ilyen helyek mellett vezet. Tűhegyes sziklák, és ott a végében a természet által kialakított medencék vannak, ahol lehet fürdőzni, vannak is emberek, akik fürdőznek. Lejövünk itt ehhez a kis tengerrészhez, ahol a nyugodt víz uralkodik. Úristen, tele halakkal. Úgy gyönyörű.
kristálytiszta a víz, és hát olyan 3 méter mély lehet körülbelül. Hát... Nincsenek szavak. Halacskák úsztak állnak ebben a kristálytiszta vízben itt. Nem tudom, olyan 2-3 méter mély lehet. A víz szerintem éppen olyan hőmérsékletű fürdésre alkalmas lenne. Nem hoztunk törölközőt, amit mondjuk itt lehet venni. Nem tudom, hogy megmerjem-e kockáztatni, hogy bemegyek. Én szerintem egyszer élünk. Megpróbálkozhatnék vele. A legnagyobb talány számunkra, hogy ezek az óriási hegyek, ami szinte függőlegesen mennek fölfelé, ott van egy házikó. Se út, se semmi nem vezet oda föl, és egyszerűen talány számunkra, hogy hogy mennek oda föl az emberek, akik ott élnek, ott laknak. És már mondjuk itt konkrétan, ahogy megnézzük ott azt a fekete-fehér pöttyös kis részeket, oda vezet föl út, de oda semmi, semmilyen. Pedig oda föl fogunk menni a hegyre, azon a kacskaringos, kanyargos, szerpentíres úton, innen, ami nem lesz egy kis túra. Levada Grande a neve a helynek. Meglátjuk, hogy ott mi lesz. Följöttünk ide egy kilátóhoz. 600 méter magasan vagyunk fent a tengerszint fölött. Előttünk elterül a város nevét fogalmak, és nem tudom. Gyönyörű ez a völgy. Ennyi párás a levegő. Tűz a nap. Nagyon-nagyon szép itt minden. Ott a messze a háttérségben, ott látszik egy régi kalózhajó, azzal visznek ilyen turistákat. Innen még egy kicsikét van följebb, de oda fogunk fölmenni. A kilátóba, aminek állítólag is ilyen üvegalja van, és onnan lehet szörnyűködni lefelé. Megpróbáljuk, megnézzük. Följöttünk ide a kilátóhoz. Ilyen gyönyörű szép kilátás van innen. Nyílt óceánra. A horizont abszolút a páráton egyáltalán nem is látszik. A kilátó másik oldalán egy kis kávézó, gyönyörű kilátással. Előtte elterül a völgyben a város. Fúristen! Nagyon-nagyon gyönyörű. Ahogy jöttünk attól a kilátótól visszafelé, az autópályára vezető utat bitumenezés miatt lezárták, ezért hát próbáltunk GPS-re hagyatkozva visszajutni, de hát ő folyamatosan azon az úton akart minket vinni, ami le volt zárva, ezért önfejűleg fölmásztunk egy hegyre kocsival, ahol hát egyesnél följebb nem tudtam kapcsolni az autót, és ott is haldoklott végig, aztán végigmentünk egy olyan kis meredek részen, ahol az egyik oldalon kerítés volt, és a kerítés és az út között egy
árok, a másik oldalon pedig egy ilyen 15-20 méter mély szakadék, amit valószínűleg akkor építkezett ott valaki is, a bitumen pereméig teljesen kiválták a falat, a bitumen perget lefelé, a borza éppen hogy elfért, hogyha van egy olyan 20 centivel szélesebb autónk, akkor valószínűleg nem tudtunk volna eljönni. Én elsőre nem akartam nekivágni, úgy voltam, hogy ott hagyom az autót, aztán majd lesz, ami lesz. Aztán utána olyan, hát ugye körülbelül olyan 6-700 méter magas hegyről, szinte függőlegesen jöttünk le az autóval, két lábbal tapostam a féket, eléggé égett fékszag volt. A kerekek csak nyikorogtak megállás nélkül, a gumik, mert ugye pattogott az autó és csúsztunk, de óriási szívdobogások között végre leértünk. Most pedig átjöttünk vissza Funkába föl, meg ismét egy hegyre, ott van lenne a város, ahol az előbb mutatott szánkózást fogjuk kipróbálni bitumenen, két emberke szépen meg fog minket tolni, és egy ilyen, hát nem is tudom, szerintem ilyen 40%-os lejtő van. Én így állok, a kerítéshez viszonyítva lehet látni, most állok függőlegesen, tehát ilyen meredek az út, és hát ott látszik fönt, ott jönnek szánkóval már lefelé. Na így fog, ezt fogjuk mi is kipróbálni, nyikorog a talpuk az embereknek, ahogy fékeznek, és beveszik a kanyart. Na hát ezt fogjuk mi is kipróbálni. Most vissza kell mennünk körülbelül, hát olyan 400-500 méter minimum fölfelé ezen a 40%-os emelkedőn. A kocsit, a kézifék alig bírtam megfogni. Na, megyünk és csúszunk egy óriási hatalmasat. Még jó, hogy ide lejöttünk kocsival, mert utána az Isten nem tudna minket fölvinni. Na megyünk, ciao, ciao. Ilyen gyümölcsöket, ezek ilyen szőrös, olyan, mint egy körte. Egyet széthasítottam, belülről meg avokádóhoz hasonlít. Ilyen nagyon friss, finom zöld illata van. Ezeket itt termesztik. Én még nem kóstoltam meg, majd hazavisszük, kipróbáljuk, hogy hát, ha ehető, vagy lehet, hogy ennek be kell érnie. Meglátjuk. Bedobom a csomagtartóba. A kövön látszik szerintem, hogy mennyire meredek itt az út. Kövekkel támasztják ki az autókat, különben elgurulnak a francba. Amúgy elmondom, hogy a kocsi kulcs benne van. Itt van hagyva. A bitumen csillogóra ki van kopva. Arról a hegyről jönnek lefelé. Hát, most tartom a telefont vízszintesen, nem is látszik a domb teteje, oda fogunk fölmenni. Onnan jobbra föl még legalább 200 méter, és ott onnan indul ki a kifutópálya. És ezen a síkos cuccon jöttünk le az előbb autóval. Gyekeregtek a gumik végig. De ahol nyílnak a kis virágocskák. Mögöttünk a másik oldalon egy óriási nagy japán kert van. Buddha szobrokkal, van egy egyiptomi részleg, egy 5 méter magas váza van ott kiállítva például, egy eredeti egyiptomi, 4 vagy 5 ezer éves lehet. Hát üdöm, kicsit nehezen bírja ezt a kaptatót. Van egy kínai részleg, agyakkatonákkal, szentélyek, aranybutha. Na haj! Sok! Nagyon kemény. Utána az autó. Itt fogunk mi is lejönni. Nagyon meredek. Bejöttük a Jurassic Parkba. Lefelé. Hát most nem látszik ott a növényzettől, de irdatlan mélység ismételten. Odalent valami patak zúg. Ilyen utak vezetnek föl japán kertekhez.
kis szökőkutak, és az utolsó magyar király, IV. Károly Habsburg uralkodó ide lett erre a szigetre száműzve, Horthy Miklós által, és utána itt halt meg, és itt lett eltemetve fönt a templomnál. Most az ő sírját megyünk megnézni. Ilyen kis hadregényes utak vezetnek itt lefelé, amit nem biztos, hogy szívesen kimernék most próbálni. Egy az, hogy lejártuk a lábunkat. Hát ott is lépcsőn kell menni, szívem. Nyilván föl kell menni. Úristen, óriás magasságok. Megmászunk Buddha lépcsőjét. Megérkeztünk egy pihenőhöz. Vízesések zúgnak, patakok folynak. Nagyon ilyen kis megnyugtató a légkör. Itt a hosszú lépcső, amin fölbaktatunk. Valószínűleg lassan megérkezünk a templomhoz. Érkeztünk ide egy kis térre. Ott van fent a templom. Oda megyünk föl. Annyira úgy érzem magam, mint egy filmben. Egy ilyen régi portugál filmben. Nagyon, nagyon szép és autentikus minden. Most ezek az óriási növények. Itt lent ilyen kertek vannak. Gyönyörűen ápoltak, virágzik minden szinte. Ott is vízesések. A víz az mindenhol folyik. Itt egy kicsit van egy függőleges fal, és már folyik belőle a víz. A 16. században készült kút látható itt. Egy ivókút. Azoknak, akik följöttek és erre a nagyhelyre fölmásztak, azok mielőtt fölmák a templomba, itt megpihelhetnek ezen a téren, és ihatnak ebből a forrásvízből, amit személy szerint én is most meg fogok tenni. Ez a hegyből jön. Isten íze van, kicsit mellényeltem. Ordigáltam, hogy kérjük föl. Nagyon gyönyörű. És itt lehet gyújtani egy gyertyát Szűz Máriának. Itt vagyunk az utolsó magyar király, IV. Habsburg Károly koporsójánál. Ott van bent. Magyar zászlók és emlék szalagok vannak ide földhűzve, dátumokkal, nevekkel. Kemény, hogy ennyi magyar volt már itt fönt, és gondoltak arra, hogy hozzanak egy ilyen szalagot, és felrakják ide. Hát igazság szerint ezt a szánkózást kihagytuk. 30 eurót kérdek el, 2 személyenért, azért, hogy hát jó 2 kilométeren keresztül csúszol. Kocsival is már lementünk ezen a nyomvolannal az előbb. Nem biztos, hogy túl sokkal nagyobb élmény. 30 euró, az inkább kétszer bekajázunk karthalat vacsorára, úgyhogy inkább eszünk valamit, úgy döntöttünk. Az adrenalin helyett a kalória és protein bombát választjuk. Vagy lehet, hogy csak úgy beugrunk egy működő, éppen csúszó szánkóba meglepetésnek. Kilökjük az embereket. Úgy se tudnak megállni. Azért megmutatom őket, hogyha jönnek, bár most senki nem jön úgy. Én ide nem mutatok senkit most. Már láttátok. Itt fönn a hegy tetején van egy az általános iskola. Szól a szamba zene. A gyerekek be vannak öltözve különböző jelmezekbe. Náluk már elkezdődött ez a farsang, ez a karnevál. Buliznak, rohangálnak, sikongatnak. Nagyon kemény, ilyen egy általános iskola itt. Hát megittünk egy jó pár helyi mézes madeira rumot.
egy üveg, hát majdnem egy üveg borral, kicsit berúgtunk, azért is van rajtam a szemüveg, hogy ne látszódjon a kicsit elhomályosodott szemem. Szélcsend, nyugalom, béke, kicsit beborult most az ég, de nagyon meleg van. Lemegyünk, itt van egy étterem, ami csak és kizárólag halételekkel foglalkozik. Nagyon szép, majd gondolom azt is megmutatom, és kardhalat szeretnénk enni, fekete kardhalat, ami csak itt Madeirán és Japánban őshonos, és csak itt található, megfogható, kihorgászható, halászható, nem tudom, hogy fogják őket ki, lehet, hogy szikonnyal esnek nekik. És azt fogunk most vacsorát. Hát, most megmondom őszintén, az idő 3:30 lesz, tehát akkor ezen uzsi. Már inkább mondom már vacsorának. Azt fogunk ajánlni, és utána nagyon reméljük, hogy a harmadik nekifutásra végre sikerül elkapnunk egy repülőgépet ott a kifutópálya elejében, ahol fölöttünk fognak átszállni a repülőgépek. Ma reggel is voltunk ott kint, de sajnos csak induló repülőgépek voltak. Érkező repülőgépekkel nem nagyon találkoztunk. Most, mikor ide hazaértünk, filóztunk, hogy hazajöjjünk, elmenjünk enni, és utána repülőket nézni, vagy fordítva. Mikor hazaértünk, kijöttünk ide a teraszra berúgni, meg elszívni egy-két szál cigarettát, és kb. 3 repülőgép jött élből, tehát lehet, hogyha lementünk volna a partra, akkor ezeket mind elkaptuk volna. De hát, who knows, ki tudja? Úgyhogy most megnéztük az interneten a madeirai reptérnek az érkező járatait. Úgyhogy ha minden igaz, akkor körülbelül olyan 2-2,5 óra múlva fognak jönni érkező gépek. Most eszünk egyet, és utána beülünk az autóba, és lemegyünk. Addigra kihozanodok szerintem. Remélem. Meghozták a kajdókat. Ők fésű kajdók. Ha látjátok, még kicsit serceg a tában az olaj. Fú, nagyon-nagyon szuperül néz ki. Tényleg? Megkóstoljam? Hát meghozták a fekete kartalunkat. Kajdós lizsel hozták. Sült banánnal. Nagyon-nagyon finom. Mellé pedig még három zöldségeket kaptunk. Nagyon-nagyon kellemesen és jól néz ki. Megpróbáljuk az ízét is, hogy biztos megfelelő, de szerintem 100%-osan jó lesz. Az illata tökéletesen jó. Kicsit a... Nem tudom, milyen halra emlékeztet, de nagyon fincsinek tűnik. Majd utána, ha megettük, és teletöntük a bendőket, akkor majd elmesélem, milyen volt. Az utolsó esténket töltjük itt. Egészségünkre. Egészségünkre. Eddig lent a szomszéd német házaspárral, 60-70 körüliek házaspárral ücsörögtünk lent itt egyben a szemközti kis sörözőben. Krimóban, nem a söröző volt ilyen, igazi német kis söröző. Jót sztorizgattunk, beszélgettünk, sörözgettünk, előtte a tengerparton lent sétáltunk. Kriszi cím, drágám, elmondta nekem, hogy megyünk haza Magyarországra. Holnap után? Vasárnap. Nagyon-nagyon örülök neki. Nagyon szomorúak vagyunk, hogy ezt a helyet itt kell hagynunk. Mert csúdi szép volt itt. Igen, nagyon-nagyon gyönyörű volt. Ide biztos, hogy vissza kell jönnünk, mert nagyon sok látnivaló van, és ez a feeling, ami itt átérezhető, ez egyszerűen hihetetlen. Leírhatatlan és elmesélhetetlen. Holnap úgyis még jelentkezünk, most pedig egészségetekre. Egészség. Egy jó portugál bor. Az egy jó portugál bor. Jó reggelt kívánok. Utolsó napunk péntek. Hát sajnos
4 óra múlva már repülőn fogunk ülni. Most összepakoljuk egy kicsit a szobánkat, bepakolunk a bőröndökbe, meg reggelizünk, aztán visszavisszük az autót a kölcsönzőbe, és utána megyünk ki a reptérre, sajnos. Vagyis hát igenis, meg nem is, mert Kriszti tegnap elárulta, hogy megyünk haza Magyarországra. Nagyon örülök neki. Ezt az édenkerti paradicsomot nagyon-nagyon nehéz itt hagyni, de egy másik boldogság vár ránk. Mehetünk haza egy kicsikét. Hú, de jó lesz az is. Eléggé fúj a szél. Be van borulva arrafelé, felettünk szinte felhőmentes az ég. A német turisták már nagy zajongva mentek reggel túrázni. Előbb visongatás, ordibálás volt, ahogy tőlük megszoktuk. Jól éreztük itt magunkat nagyon. Ez a 40. születésnapom, ez élményekkel teli. Nagyon jó, nagyon jó. Köszönöm szerelmem.